Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Grenzen wurden von den Kleinsten niedergelegt. Gedenkfeier an die Opfer der Weltkriege in Kascha. Schwäbische Salzkipfer von Jugendlichen gebacken, Traditionspflegen des Deutschen Nationalitäten und Tanzkampf in Bohl. Schwäbische Materielle, Erinnerungsstücke, Trachtpuppen, Heimatstube in Apre. Schwäbischer Familientag wurde in Schomberg abgehalten. Besucher konnten auch interaktive Spiele ausprobieren. In Kascha war ein unerlässlicher Teil der Kirmes am Tag der Heiligen Anna, die Heilige Messe, nach der auch dieses Jahr das Gedenken an die Verluste der Kriege nicht fehlen durfte. Es ist zur Tradition geworden, dass von den Kleinsten der Siedlung, welche ausgewählt werden, die zu Ehren der Helden die Kränze mit Bändern niederlegten. Szent Anna tiszteletére 25 éve rendeznek búcsút Kiskassán. A rendezvény sorozat harmadik napján tartott Darnay Ágoston plébános szentmisét a település védőszentjéhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Matkovics Krecz Eleonóra, a Kiskassáért Német Egyesület elnöke elmondta, hogy fennállásuk 25 éve alatt minden évben koszorúval emlékeznek meg az első és második világháborúban elesett vagy elhurcolt német lakosokra, hiszen, mint az elnök kiemelte, jobbára csak az ő nevük olvasható a táblákon, ők mentek a háborúba és védték németként Magyarországot, a hazájukat. A Málenki Robot emlékmű pedig annyiban megható minden alkalommal, hiszen ez egy kis falu, és 38 emberből 36 nő volt az, akit elhurcoltak a szovjet lágerekbe több éves kényszerfogságra. Igyekszünk itt is mindig olyat találni, aki leszármazottként tud koszorúzni. A mostani választás pedig egy nagypapára esett, hogy legyen, aki elmeséli az unokáknak a történeteket, amiket neki is már ugye, mint hozzátartozó meséltek el. Áldozatuk példa a jövő generációnak. Ez a szöveg olvasható azon a koszorún, melyet Kressz Ármin László tett le édesanyja segítségével az 1939 és 47 között elhunytak emléktáblájánál. Az első világháború emlékműve elé Bajusz Zsüliett helyezett koszorút, melynek szalagjára ezt írták, a hősöket nem felejtjük el. Kiskassán a templomot a betelepült német lakosság kezdte el építeni a 18. században. Az 1771-es felszenteléskor nevezték el Szent Annáról. Plébános úr mindig nagyon szép beszédeket szokott mondani Szent Annának és Szent Joachimnak a szerepéről, akik ugye Máriát, a lányukat nevelték és tanították. És azt hiszem, hogy én már nagymama korban vagyok, tehát én nekem Szent Anna ilyen szempontból is egy különleges szent, mert arra emlékeztet és figyelmeztet, hogy az unokáinknak, a fiataloknak is el kell mesélni történeteket, akár a falu történetét, akár az itteni németség történetét, hiszen nagyon sok tragédia érte őket. Köszönöm szépen! In zwei Turnussen wurde das Traditionspflegen der deutschen Nationalitäten und Tanzkampf in Bohl abgehalten. Nach den kleineren haben Mitte Juli Schüler von Mittelschulen getanzt, gebastelt, schwäbische Speisen zubereitet, Heimatmuseen besucht, Ausflüge gemacht sowie an deutschen dramapädagogischen Beschäftigungen teilgenommen. Pekes kifli készül éppen a Bói Általános Iskola nemzetiségi tankonyhájában. A helyi táncegyüttes tagjai vettek részt abban a táborban, ahol a néptánc mellett a német kultúrával, gasztronómiával, építészettel és színjátszással is megismerkedhettek a fiatalok. Én mindig is gondolkodtam azon, hogy egyszer szeretnék komolyabban foglalkozni a sütéssel, de magamtól még nem kezdtem el, de ez egy jó kezdés volt, hogy így most itt kipróbálhattam. A hét elején karkötőket csináltam, amiket egy új módszerrel csináltam, amik nagyon tetszettek, és majd még megyünk Szekszárdra, ahol nagyon várom a kirándulást, mert
a borvidéken, borvidékről fogunk megtudni érdekes történelmi történeteket. De hogy mitől jó a pekes kifli? Felfuttatunk egy kis élesztőt a liszthez, teszünk hozzá sót, zsírt, tejet, vagy hát ugye a tejben futtatjuk az élesztőt, összekeverjük, gyúrjuk, nem túl kemény, nem túl lágy tésztára, kelesztjük egy 10-20 percig, most nyáron elég a 10 perc és 15, télen kicsit tovább tart, mert hűvösebb az idő, utána szépen kisodorjuk, minden kis gombócot 8 felé vágunk, a gyerekek fölsodorták, megkenték tojással, megszórták sajttal, szezámmaggal mehet a sütőbe. És már 2-3 adag ki is sült, majdnem el is fogyott, úgyhogy jön a következő adag. A hagyományőrző német nemzetiségi és tánctáborokat 2010 óta szervezik meg Bólyban. Minden évben, most már 12 éve körülbelül Verigné Kálmán Ildikó szervezésében, a német önkormányzat támogatásában egy hagyományőrző német nemzetiségi tábort és tánctábort szervezünk. Most a fiataloknak, a Bólyi Táncegyüttes tagjainak, akik már nem is annyira gyerekek, már ugye a középiskolába járnak, tehát ők a nagyobb korosztály. Bólyban szervezünk, a Vigadóban nekik, külsős helyszínen, akkor a Városlődőn voltak pár napig, és ott szerveztük külsős helyszínen a tábort, és az idéntől kezdve egy német nemzetiségi tábort is szervezünk a Vigadóban, szintén Verigné Kálmán Ildikó vezetésével, és a német önkormányzat támogatásával, az egy német nemzetiségi tábor, ahol szintén táncolnak a gyerek, énekeket tanulnak, játékokat tanulnak, és ők inkább az alsó tagozatosok. Minden táborunknak, akár iskolai tábor, akár a német önkormányzat által támogatott táborok, itt kötnek ki általában egy fél napra vagy egy napra az iskolának a kis tankonyhájában, amit szintén pályázati pénzen tudott a német önkormányzat pár évvel ezelőtt kialakítani, egy nagyon kedvenc helyszín, akár az óvodásoknak, akár a táborozó gyerekeknek, és mindig valamilyen sváb ételt készítenek. A kicsik, akiknek az elmúlt héten volt a táboruk, ők smarnit, ugye császármorzsát készítettek, azt mondták, nagyon finom volt, most pedig a nagyok, a nagy tánccsoportnak a tagjai pedig pekes kiflit készítenek, Sesták Mari vezényletével, és nagyon finom, én már megkóstoltam, mert egy része már kisült ennek a finom kiflinek, és ezek azért csvábos ételek. A tábor 5 napja alatt kézműveskedtek, tájházba látogattak, kirándultak, és német drámapedagógiai foglalkozáson is részt vettek a fiatalok. Kulturelles Erbe, materielle Erinnerungsstücke und Volkstracht der örtlichen Schwaben wird in der Heimatstube von Apre vorgestellt. Die vor kurzem ausgestaltete Stube ist kein Museum. Von der lokalen Gemeinschaft werden ja die Traditionen und Werte der Vorfahren am Leben gehalten. Die Heimatstube wird auch vom Sturgruppen aufgesucht. Aparhand ist wie die meisten Siedlungen im Tal seit 300 Jahren multiethnisch. Die ersten deutschen Siedler kamen 1712 nach Ungarn, 1726 nach Aparhand. Im Januar 1945, ein halbes Jahr nachdem die Juden aus dem Tal weggebracht worden waren, kamen die Deutschen als Nächsten und sie waren zum Malenkirobot gebracht. Zur gleichen Zeit wurden in den schwäbischen Siedlungen Segler, Menschen aus Siebenbürgen und dann aus dem Oberland angesiedelt. Diese drei Volksgruppen leben noch heute im Tal. Das Ziel der deutschen Selbstverwaltung von Aparhand ist es, lokale Gemeinschaftswerte, religiöse Lebensprogramme, nationale Traditionen zu stärken und Gemeinschaftsinitiativen zu fördern. Die Gemeinde hat im Jahr der Nationalen Einheit 2020 den schwäbischen Heimatraum geschaffen, dieser regelmäßig von Schulklassen besucht wird. 2019 őszén alakult Aparhandon a Német Nemzetiségi Önkormányzat. Azzal a célra jött létre, hogy a német kultúra ápolása mellett a helyi különböző népcsoportok, nemzetiségek lakosságát összefogja, és bemutassa azt, hogy hogyan lehet együtt közösen békébe élni, egymás hagyományait, népviseletét, szokásait tiszteletbe tartva. A tájszobát az 2020-ba helyeztük ide,
ez az iskola épületében már meglévő szoba volt, egy hazánkból kitelepített és visszatelepült néni adományozta a tájszobában lévő bútorokat, eszközöket, textíliákat. Az iskola épületébe volt elhelyezve, csak amikor ott átalakították az iskola épületét, akkor került ide ebbe az IKST épületbe, amit a polgármester asszony a rendelkezésünkre bocsájtott. Hát próbáljuk azóta is egy picit szépíteni. Lennének még a padlásokon nagyon sok régi dolog, amit be lehetne gyűjteni, de sajnos nincs lehetőségünk, nincs tájházunk, nincs kapacitás, ahol ezeket el tudjuk helyezni. Hát az idei évben bővült a szoba két nemzetiségi ruhába öltöztetett babával. Az egyik baba az apari nemzetiségi ruhát visel, még a másik a hanti hagyományokat őrzi. Mivel ez a település két részből állt, aparból és hantból, melyet 40-ben egyesítettek, így lett a parhant, különböző viseletük, különböző tájszólásuk volt is, és van is a két település résznek még a mai napig. Míg az apariakra jellemzőbb volt inkább a sötétebb tónusú ruhák viselete, és ezek közt is inkább a fekete, addig a hanti részen lakók, azok hordtak világosabbat, drappot, barnát, ott nem volt annyira a fekete népszerű, mint itt az apari részen, ez látszik is a babák ruháján is. Nagyon nehéz ápolni a hagyományokat, mivel nagyon sok a vegyes házasság, konkrétan már német nemzetiségű egyenes ágú család nagyon kevés van a faluba, és hát ezt vesszük észre, hogy a fiatalabb rétegeket ez már nem is, korosztályt nem is annyira érinti meg, mint az idősebb korosztályt, de igazából nem is kimondottan a német hagyományok konkrét ápolását szeretnénk, amellett szeretnénk azt, hogy minden hagyományt ápolni, és összefogva a településen a közösséget építeni. Igazán ez a célunk, ezen keresztül, hogy bemutatjuk a német hagyományokat, és természetesen azokat helyezzük előtérbe, annak az ápolását, de amellett is nagyon jó a viszonyunk a településen élő székelységgel, a roma önkormányzat tagjaival, vannak felvidékiek is, akik szintén szoktak a programjainkhoz kapcsolódni. És igyekszünk olyan programokat létrehozni, vagy olyan programokat rendezni, ahol mindenkit be tudnánk, beszeretnénk vonni. Aparhant több nemzetiségből álló település, és az a célunk, hogy itt a településen mindenkit egymáshoz közelebb hozzunk, minden népcsoportot, ünnepeinket szebbé tegyük, együtt tartsuk, mivel egy település vagyunk, egy csapat vagyunk, együtt kell működnünk, és így tudjuk az emlékeinket megőrizni az utókor számára. Die Einwohner von Aparhant wollen eine Tradition von Veranstaltung schaffen, die das freundliche Zusammenleben verschiedener Nationalitäten symbolisieren und organisieren daher auch dieses Jahr im August den Tag der Nationalitäten. Gleichzeitig legt die lokale deutsche Nationalitätsverwaltung Wert darauf, dass die ethnischen Gruppen ihre kulturellen Unterschiede bewahren. In Schomberg können Besucher des Deutschen Heimatmuseums Einblick in den Alltag derer gewinnen, die einst hier lebten und ihre Welt kennenlernen. Ziel der örtlichen deutschen Selbstverwaltung ist, Kinder und Enkelkinder mit dem von Aussterben bedrohten alten Bräuchen und Traditionen bekannt zu machen. Mitten im Sommer wurde im Heimatmuseum und auf dem Dessenhof ein schwäbischer Familientag abgehalten. Die deutsche Selbstverwaltung von Schomberg kaufte in 2007 ein Grundstück mit finanzieller Unterstützung von einer Verbindung in Südtirol. Seitdem wird es mit Hilfe der schwäbischen Dorfbewohner verschönert. Das Haus wurde eingerichtet und auch der Hof, der Garten und die Scheune wurden fertiggestellt. So verfügt die deutsche Ortsgemeinde neben dem Schwabenzimmer, was im Haus der Traditionen eingerichtet ist, auch über ein eigenständiges Heimatmuseum. Die deutsche Selbstverwaltung von Schomberg veranstaltete ihre schwäbischen Familiennachmittag im verschönerten Innendorf. Also die deutsche Selbstverwaltung organisierte schon jedes Jahr Programme für den Sommer. Aber Covid hat es auch bei uns
durchgezogen, also da konnten wir zwei Jahre lang nicht so viele Veranstaltungen organisieren. Wir hatten früher auch Kindertag hier oder ein gemütliches Nachmittag mit den Kulturgruppen und dann mit Singen, mit Tanz, mit Lieder, mit Blasmusik. Und dieses Jahr, also heute Nachmittag, erwarten wir die Familien mit Kindern, weil wir heute Nachmittag für sie ein buntes Programm bieten wollen. Es kommt Ildiko Frank mit Koffermärchen und dann haben wir aus Holz verschiedene volkstümliche Spielzeuge aus Warz also bestellt, damit die Kinder sich wohlfühlen, von ganz kleinen bis zu den größeren Kindern. Und auch Basteln also haben wir bereitet für die Kinder, also eher volkstümliche, also wir basteln Halstücher oder ausgemalte schöne Handtücher, was auch im Haus drin ausgestellt sind, oder auch ein Haus von dem Schwäbischen Haus, also ein Moket können wir basteln heute Nachmittag. Aus der Scheune wurde ein Gemeinschaftsraum, in dem interaktive Spiele auf Jung und Alt warten. Mit diesem kreativen Spielen können Jugendliche ihre Wortschatz weiter ausbauen. Memóriával úgy kell játszani, hogy megvannak az adott képek, és azoknak meg kell találni a párját. Ez kettesével kettő ember szokta játszani, és aki megtalálja, aki többet talál meg, az nyer. Immer wieder kommen Kindergarten und Schulgruppen nach Schomberg, die sich nicht nur für das Heimatmuseum und den Lernpfad, sondern auch für die interaktive Spiele interessieren. Wir haben hier so Puzzlespiele mit Wörtern und das Haus haben wir von Bildern schön gemacht. Hier haben wir die schöne Stube, die Küche, die Sportherrküche und dann die saubere Stube. Und hier haben wir Wörter und die Kinder müssen dann, was sie auf den Bildern sehen, die Wörter schön auslegen auf das Bild. Hier haben wir die Schomberger Tracht. Das haben wir von Langenau bekommen. Eine Frau stammte von hier und sie hat die drei Puppen dann für uns schön. Sie hat das für uns geschenkt und sie heißt Frau Göbel. Ja, und das ist auch so ein. Haben wir die Tiere und dann müssen die Kinder, hier sieht man da, ein Pferd und was gehört zu dem Pferd, das gehört hierher und dann müssen die Kinder das so schön machen. Hier ist dann die Kuh gehört hier herein, ja, und hier ist ein Schwein. Und von Schwein machen dann machen sie die Wurst mit den Wurst machen sie und dann kommt das Huhn und das Huhn machen sie dann von Feder die Polster. Nein, nicht so. Und hier, sie trinken von hier, von den Trog. Und dann, das ist jetzt ein bisschen jetzt schwer. Mhm. Und dann kommen hier die Gänse kommen und von den Gänse machen sie dann Polster. Mhm. Ja, und dann ist das so, dass die Kinder auch dann wissen, was wohin gehört. Und dann ist dann hier ist auch ein Puzzle. Hier, das ist jetzt ein Bild, da sieht man, dass ein schönes Bild ist, aber das sind so Vierecken. Und dann müssen die Kinder das Haus schön und die Zimmer schön machen. Alljährlich findet im Heimatmuseum nach alter Tradition eine schwäbische Hochzeit statt. Ziel ist es, die Kinder und Enkel an Alte von Aussterben bedrohter Bräuche und Traditionen heranzuführen. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.